És Jézus, ez a címe annak a műnek, amit nemrég mutattak be Dombóváron. Első hallásra furcsának tűnik a két név, a két történet együtt. Jónás történet, az egy jól ismert ószövetségi történet, és hát Jézus története meg az új szövetségnek a legnagyobb története, és két evangélikus lelkész, Ócsai Zoltán és Mirillus Gábor megírták a saját maguk kis darabját, az Ócsai Zoltán írt egy Jónásról szóló oratóriumot, és Mirillus Gábor pedig egy új szövetségi passiót, Jézus passióját dolgozta fel, és az két külön történet volt, és egy gitártáborban, ugye kollégák, zenésztársak, barátok voltak, jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy ezt a kettőt összegyúrnánk. És ez nagyon érdekes teológiai megközelítés, valóban jól érzékelte, hogy a Jézus története és a Jónás története hogyan is ér ez a kettő össze, és megdöbbentően sok helyen, sok ponton találkozik ez a két történet egymással, sok az átfedés. És így született meg tulajdonképpen ennek az oratóriumnak ez az alapötlete, hogy a kettő biblia történetet egymásba ötvözi, illetve egymásba szövi, és ezt dolgoztuk fel itt Dombóváron zenésztársakkal, barátokkal, és kértük meg a Dombóvári Evangélikus Általános Iskolának az énekkarát, a kórusát, hogy a kórus részeket énekeljék ebben az oratóriumban. És nagyon érdekes műfaj zeneileg is, hiszen egy rock zenekart eresztünk össze egy általános iskolai kórussal, és azért ez nem egy szokványos felállás, és nagyon élveztük a munkát a kollégákkal, a zenésztársakkal, és a gyerekeknek is ez egy óriási élmény, hogy egy rock zenekarral énekelhetnek. Kicsit mondhatnánk, hogy műfajidegen stílusban nem megszokott egy általános iskolai kórustól, hogy rock oratóriumban énekel. Légy a fény, légy köztük harmad, légy a sóhó, te légy az áldott, proféta szó. Hirdem, hogy vége a bűnnek, hirdem, hogy elég volt már, semmi pont szavakból álló tenger. Az oratóriumnak az a lényege, hogy a zenével mondjuk el a történetet, tehát színpadi cselekvés, színpadi akció nincsen, hanem odaállnak a szólisták a mikrofonhoz, és zenében, dalban, énekben, énekszövegben mondják el a történetet, és a kórus ezt színesíti. De azt kell mondanom, hogy a kórus az szenzációs. Itt igazából a zenésztársakkal azon gondolkodtunk, hogy növünk fel a feladathoz, hogy alá tudjuk tenni azt a zenei alapot, amit ők megérdemelnek, mert szenzációsan szólnak, és hát remélem, hogy igyekeztünk, és hogy jó lett a végeredmény, de ezt majd a nézők eldöntik, hogy hogyan szól. Mi fantasztikusan élveztük az előadásra való készülés hosszú-hosszú hónapjait, és nagyon érdekes volt a gyerekekkel együtt készülni, még együtt dolgozni, meg látni azt, hogy ők ezt mennyire élvezik. És talán ez a legfontosabb, hogy olyasmit csináltunk, amiben öröm van, ami szívből jön, ami nem egy ilyen kényszeretet, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Nem kell, ez egy ötlet volt, amit kibontottunk, és itt Dombóváron megvalósítottunk, és nagyon örülünk, hogy ezt most itt színpadra tudtuk állítani Dombóváron. Először úgy gondolták, hogy egyszer mutatják be az oratóriumot, azonban az élet másképp hozta. Akkor az érdeklődés, hála Istennek, hogy rájöttünk, hogy ez így nem lesz elég, úgyhogy az előző percekben beszéltem itt a Dombóváron a Bűvődőségháznak az igazgatójával, hogy valószínűleg itt újrázás lesz, majd ősszel keresünk időpontot, vagy időpontokat, és többször is elő fogjuk adni. Van egy meghívásunk is, Bonyhádon fogjuk előadni a Pedagógusok Nyári Akadémiáján, az evangélikus oktatásban dolgozó kollégák számára, úgyhogy lesz már egy vendégszereplésünk is, és hát remélem, hogy Dombóváron is, meg az ország a többi helyén is azért megfordul még ezen a produkcióval. Felszabadul! 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 Felszabadul!
elhívástól.